túrendszeren belül is. Igen. Igazi ritkasággal gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark állománya. Kis panda, más néven vörös macska medvék születtek, rögtön ketten. Az ikrek 9 hete látták meg a napvilágot, szüleik Pozsonyból és Szecsuánból érkeztek Nyíregyházára 4 évvel ezelőtt az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Igazi ritkaságról beszélünk, hiszen zártartási körülmények között nagyon ritkán szaporodik ez a faj. A természetben a Himalájában élnek 2000 méter tengerszint feletti magasság felett. Különleges szűrük alkalmazkodott ez az zord időjáráshoz. Nagyon vastag aljszőrzet és különleges fedőszőrzet is segíti, hogy mindig szárazon legyenek és jó melegben. A kölyköknek 5 hetesen nyílt ki a szemük, most 9 hetesek, így elérkezett az idő, hogy átessenek a következő állatorvosi vizsgálatokon. Mint kiderült, mindkét csöpség nőstény, egyikőjük jelenleg 620, míg a másik 710 grammos. Az édesanyja nagyon védi ilyenkor még a kölyköket, jelenleg 9 hetesek, még ilyenkor szopnak is, bár már elkezdték a bambuszleveleket, illetve a zöldségféléket kóstolgatni, amit az édesanyjuk a fészekbe viszi ilyenkor. Látható volt, hogy a bűzmirigyüket ilyenkor már eleresztik a kölykök, már vannak ennyire idősek, és erre az anya rögtön reagált. Ahogy veszélyt érez, rögtön szalad a kölykökhöz, és ezért gyakori a költöztetés is. Hogyha nem érzi már biztonságosnak a saját helyüket, átviszi inkább másik fészekbe, és csinál másikat. Éppen ez volt látható veszélyben. Érezte őket, azonnal jött oda és megpróbálta átköltöztetni őket egy kicsit biztonságosabb helyre. Természetes környezetükben az utóbbi években közel 40%-kal csökkent az állomány, amiért az élőhelyek pusztulása és az orvvadászat felelős. A fajmegőrzési programban ezért a nyíregyházi kis nőstények 8-9 hónaposan, amikor már szállíthatóak lesznek, átkerülnek majd egy másik európai állatkertbe.